A Mi Hazánk mozgalom kezdeményezi, hogy az országgyűlés nyilvánítsa hivatalos pirosbetűs ünnepnappá a második bécsi döntés napját, tehát augusztus 30-át, legyen augusztus 30-a a hazatérés napja. Ezt a javaslatot a Mi Hazánk mozgalom erdélyi vezetője Komlódi Lóránt tette, és ez is egy szimbolikus gesztus, amellyel szeretnénk a nemzet összetartozását jelképezni, és abbéli hitünket, reményünket kifejezni, hogy nem kőbe vésett és nem megváltoztathatatlan a trianoni békediktátum. A hazatérés napja méltó válasz lehetne arra a gyalázatra, amelyet a román parlament tett a minap, amikor hivatalos pirosbetűs ünnepnappá nyilvánították minden idők legigazságtalanabb békediktátumának aláírásának napját, tehát június 4-ét. Szeretnénk, hogyha a Magyar Országgyűlés még lehetőleg a 100. évforduló előtt akár elkezdene foglalkozni ezzel a javaslatunkkal.